lassan megalázó a kézilabda csapat szereplése. A tavaszi szezonban három olyan mérkőzéssel folytatódott a bajnokság, amelyeket be kellett volna húzni. Menjünk végig a tavaszi rajton. A Moson-Magyaróvár elleni fiaskó nem volt meglepő, csupán 43-17-es eredmény lepte meg a marcali drukkereket, aztán itthon következett a VKLS-e Győr elleni alsóházi rangadó, ahol 26-30 arányban maradt alól a csapat. A Kozár Michelin ellen sem sikerült a bravúr, 21-27 arányban fázott meg a marcali. Egy héttel később Csurgóra utazott az MVSS-e, ahol 23-15 arányban kaptak ki a lányok. A hétvégén a szombathelyi haladás ellen léptek pályára a hölgyek, hát valljuk meg, ez sem volt egy sikertörténet. Szép számú vendégnéző előtt kezdődött volna meg a 17 órára kiírt összecsapás, de mivel nem volt orvos, a Mizsák Schmidt játékvezető páros jogosan nem engedte elkezdeni a meccset. Nos, a 20 perces késéssel ugyan, de végül elkezdődött a találkozó. A hazaiak természetesen a győzelemre készültek, hiszen a haladás elgáncsolása az utolsó mencsvárat jelentette volna a megmaradásért vívott küzdelemben, míg a szombathelyiek számára csak a kizárólag kulcsfontosságú két pont begyűjtése volt az elfogadható. A pályaválasztó csapat szorgalmas, ügyes fiatalok és rutinosokat megért sportolók kellemes koktélja, mely a fennállása során már sok mindent letett az asztalra a somogyi csapat, és már idén annyira nem fut a szekér, azért nem feltétlenül pontokat kaszálni járnak arrafelé vendégségbe a csapatok. A zöldfehérek azonban jól megerősödtek a télen, és a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni győzelem megmutatta, hogy az őszihez mérten már egy másik haladás lép pályára. Kovács László szombaton jelölte először kezdőbe az MTK-tól igazolt Puc Klaudiát, aki mindezt alaposan meghálálta a találkozón. Rögtön az összecsapás elején 7 méterest hárított, és később is több átlövést jó ütemben kitornászott, ami lehetőséget nyújtott a haladásnak a villámrajtra. Tartatatlan volt a bal szélen a szombathelyi csapat, ha pedig nem könnyű gólokkal mattolta ellenfelét, akkor Kozma Dominika vállalkozott távolról. 7 perc sem telt el a találkozóból, a hazaiak vendégedzője már el is helyezte az időkérést jelző táblát a versenybírók asztalán. Egy hatnál persze nem is tehetett volna másképp, hatalmas szakadék tátongott sebességben a két együttes között. A kényszerszünet sem szakította meg a vendégek lendületét. Sebestyén Noémi és Takács Inez is bepofozott pár gólt, így a lényegi kérdések eldőlni látszottak a vártnál jóval korábban. A több hónapos sérülésből felépülő Borbé Lilit le kellett vinni a pályáról. A játékos ismét megsérült, ez ismét egy kereszt az így gyengén teljesítő marcali számára. A félidő végére tetemes előnye birtokában könnyelművé vált a haladás, védekezésben nem érkeztek meg a megállító faultok, támadásban pedig sokat hibázott csapat, így 6 gólos különbségre ugyan, de magára húzta a marcalit. A második félidő kezdetén ismét megkezdődött a vasi gólgyártás. A korábban rövid ideig felpislákoló hazai reményeket röpke 10 perc alatt végleg szerte foszlatta a haladás. Egyéni akciókból és betörésekből is egyre másra születtek meg a gólok, mert szimpatikus módon kapaszkodott a marcali, nem volt igazán átütő erő a támadásaiban. Az első fél időben megszokott mederben folyt a találkozó, egy-két szép gólt hazai oldalon is fel lehetett jegyezni, leginkább az átlövésekből. A végeredmény marcali VSS-e szombathely haladás 25-37. A hétvégén a Svitelszki szombathelyhez utazik a marcali. Nem kell jós tehetség, mi fog következni. Az ifi Szekszárd fekete gólyáktól 27-12-re a serdülő 38-8 arányban maradt alul a hétvégén.